1923. június 27-én születtem, és a diplomát a Semmelweis Egyetem jogelődjén, a Pázmány Péter Tudomány Egyetem orvostudományi karán 1950. június 30-án szereztem. Az, hogy az ember eléri a 100 évet, az egy dolog. Nem a saját érdemem, hát ez így sikerült. Azonban az, hogy a szakmai munkát még tudom csinálni, valamiféle lehetetlen abbahagyni érzet tölti el az embert. És hát most, hogy ezért még kap egy elismerést is, hát az a dolgok non plus ultrája. Édesapám 1920-ban kezdte a praxisát, ott, ahol én most jelenleg is dolgozom. A szószoros értelemben orvosi praxis kellős közepén nevelkedtem, ott szocializálódtam, teljesen természetes légkör volt. Az egész milliót egy ilyen szeretetteljes tisztelet, vagy tiszteletteljes szeretet légköre lengte be. Mikor leérettségiztem, már érvényben volt az a numerus nullus rendelet, ami azt jelenti, hogy egyetlen egy szál zsidó származású fiatalt sem lehetett felsőoktatási intézménybe fölvenni. Azt kell mondjam, hogy mániákus voltam abban, hogy én meg akarnám szerezni az orvosi diplomát. Egész lehetetlen dolgokat próbáltam meg. Véletlenül tudomásomra jutott, hogy egy ilyen létezik olyasmi, hogy vendéghallgató. Hát loptam az orvostudományból, ez a jogi kifejezés. 1943 ősze volt, már jött a 44-es év, az volt az a bizonyos holokauszt év. Szüleim forszírozták, hogy két konzerv, de ez csak a éhhalál küszöbére, ezt vigyem magammal. Hát mondom, jó, de elviszek orvosi könyvet is, és az egyik volt a kórélettan, a másik a gyógyszertan. Most ez a két könyv, ez tartotta valahogy bennem a lelket, hogy hátha. Egy ilyen sötét novemberi ködös délutánon szereztem egy ilyen katonai esőköpenyt, katonasapka, levettem a sárga karszalagot, és szereztem egy fehéret, amire ráférceltem egy vörös keresztet. Na most ebben a, azt kell mondjam, jelmezben elindultam a városon át, és hát a homályban sokan jöttek szembe katonák, nem tudták, hogy ez miféle, hát szalutáltak előre nekem. Elérkeztem a laktanya kapujába, ott állt az őr géppisztolya, mondom, Csipkés tábornok úrhoz jöttem, az első emelet jobbra. Tudtam, hogy ez jogában áll, hogy egy munkaszolgálatost az ő táborából vezényelhet munkára bárhova. Hát kértem őt, hogy a Charité poliklinikára, ahol én előzőleg dolgoztam laboránsként, hát vezényelem oda engem. Kivitt az irodába, a gépirónőnek bemondta, hogy engem innentől oda vezényel, kész. Otthon éreztem magam a kórház szakban. Olyan kevés volt az orvos, mert rengetegen ugye, hát katonai szolgálaton is voltak. Gyógyszer nem, hát az aspirinon kívül nem létezett akkor, nem volt antibiotikum. Nagyon remélem, hogy akik ma járnak az egyetemre, legalább olyan elhivatottságot éreznek, hogy nem csak azért választották az orvosi hivatást, hogy hát valami diplomát kell szerezni. Mindazon kollégák, akik egyáltalán emberekkel, beteg emberekkel fognak foglalkozni, azok alapvetően mindig tudatosítsák magukban, hogy akikkel szemben ülnek vagy állnak, lehet, hogy az élete, lehet, hogy a jövője
az egészsége, a sorsa függhet azon, amit ő majd, és ahogy ő majd fogja ellátni, ő neki van kiszolgáltatva. Ember nem csak testből áll, annak van pszichikuma, lelke. Tudnélik, az empátia az alapja az egésznek. Az együttérzés képessége. Tisztán ez. Én nekem úgy kell azzal a pacienssel bánnom, mintha én lennék ő. Azt kell mondanom, hogy az orvos az a pokolba is orvos, az orvos éjjel vagy nappal, ha esik, ha fúj, nincs mese, helyt kell állni. Egyben nincs határ kiszolgálni a beteget, és helyt állni minden körülmények között.